Rendhagyó színházi produkciójával tért vissza iskolájába a Lovasi László Gimnázium két egykori diákja. Vicina Dalma és Kiliti Krisztián közreműködésével a Teater Numero 1 az intézmény alaksorában mutatta be a Kamena Vallomás Kollázs egy szemére című előadást. A produkció szerzője és rendezője Kiliti Krisztián, előadója Vicina Dalma, aki a Berlini Művészeti Egyetemen szerzett musical színész diplomát, és hosszú évek után most először játszott anyanyelvén szülővárosában. Nem értik, hogy nem az a cél, hogy nyerjünk, hanem hogy játszunk. A Teater Numero 1 első független előadása a színház azon tulajdonságára koncentrál, mely megkülönbözteti minden más művészeti ágtól és médiumtól. Jelen idejűségére vaják az alkotók. Vicina Dalma és Kiliti Krisztián Veszprémben a Lovasi Gimnáziumban érettségiztek. A színház világához középiskolai éveik alatt a Lovasi színpad tagjaként kerültek közel. Én azt gondolom, hogy a színház azért nagyszerű és azért csodálatos, mert egy olyan médium, ami abszolút mai és egyszer történő. Tehát minden előadásra rányomja bélyegét a napi gondolataim. Nyilván, aki nézi az előadást is, lehet, hogy egy nagyon rossz napja van, lehet, hogy egy nagyon jó napja van, és azt gondolom, hogy ezt használni kell. Nem szeretnénk azt, hogyha a közönségünk, hogy mondjam, egy ilyen kész, dresszírozott dologba belemegy, ahol semmit nem kell hozzátenni. Ez a darab mondjuk úgy, hogy nincs kész. Tehát itt az, hogy ki mit gondol róla, mi a vége, mi történik ezzel a nővel, vagy mi nem, ezt mind ráhagyjuk a közönségre. A Kamena főhős nője egy a modern világ, és ezzel egyidejűleg egy férfi fogságába esett fiatal nő, aki egyszerre szembesül művészetének hiába valóságával, a 21. század, a valóság sok korszakában, és érzelmeinek viharaival saját fogvatartója iránt. Azt gondolom, hogy Krisztián tudja, hogy így miken mentem át, mint nő, mint művésznek próbálkozó, nem tudom, egyéniség, és ezekből mind a saját tapasztalatainkból, azokból, amiket láttunk mind a három országban, aminek a színházát ugye valamennyire megpróbáltuk magunkba szívni. Úgyhogy igazából a Kamena története, hát azt mondanám, hogy nem létezik. Tehát ez egy olyan dolog, hogy betekintést nyerünk ennek a nőnek a csapongásaiba. A Kamena című előadás szerzője és rendezője Kiliti Krisztián a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szerezte diplomáját, emellett drámaírással, dalszerzéssel is foglalkozik. A darab főszereplője, Vicina Dalma, a Berlini Művészeti Egyetemen szerzett musical színész diplomát. Hosszú évek kizárólagos német nyelvű színészi megnyilvánulásai után most játszott először anyanyelvén, szülővárosában, Veszprémben.